Parajdon a Mányakertben, a szolgálati lakások közelében kezdték el a bölcsőde megépítését. Az új létesítmény, amelyet a jövő év végéig kell megvalósítani, 40 gyerek befogadására lesz alkalmas. A beruházás finanszírozásáért közel 10 millió lejre pályázott a parajdi önkormányzat az Országos Befektetési Ügynökségnél. Mivel nagy volt rá az igény, így egy új beruházás keretén belül egy bölcsőde építése is folyamatban van Parajdon. A létesítmény közel 40 férőhelyes lesz majd. A község melyik helyére fog épülni a bölcsőde, illetve hány férőhelye fog rendelkezni? Tehát ugye Parajdnak is sikerült megpályáznia, még határozottan mondva, hogy volt fejlesztési miniszter Csek Attila közbenjárásával lényeges volt Parajdnak egy 40 férőhelyes bölcsődét. Az első elgondolás az volt, hogy mivel az iskola épületek meg központi rész van, minél közelebb legyenek, és ez a jelenlegi parajdi sportpályára volt előirányozva, megtervezve, de közben olyan akadályokba ütköztünk, hogy ugye műemlékvédelem, itt egy szabványos formáról van szó, és kell tudni, hogy ez így nem láttam azt, és ezért lépni kellett. Ugye közben, mikor elindult volna a projekt, akkor még nem volt más területünk, közben az önkormányzat vásárolt közel 2 hektár, 17 ár területet, és természetesen fejlesztésre. Ez a terület ez azt szolgálta, elsősorban az volt a cél, hogy ide sportbázist hozzunk létre. Természetesen ez az elkövetkezendőkben is célunk. Az eredeti terv szerint a jelenlegi sportpálya területére tervezték a bölcsőde megépítését, azonban ezen változtatni kellett, így egy teljesen új területen, az úgynevezett Mányakertben fog megépülni a szolgálati lakások közelében. Ide sikerült áthelyezni, persze itt mind időbe ment áthelyezni a bölcsődét, mert két lehetőség volt, vagy megtaláljuk azt a területet, ahova meg lehet építeni, és vagy pedig akkor le kell mondani a projektről. Én azt gondolom, hogy közel 10 milliós projektről lévén szó, és nem csak a projekt értéke, hanem mint a lényege fontos, én azt gondolom, hogy a Parajd községnek is legyen bölcsődéje. Ide sikerült áthelyezni. A csenei, a fejlesztési ügynökségen keresztül van ez a projekt. A kivitelező az egy besztercei és kolozsvári konzorcium, amit csupán sikerült nekik jelen helyzetben tenni, az kiszedtek földeket, tehát azt jelenti, hogy az alapozásra előkészültek. Igen ám, de sürgős itt is a lépések, tehát az elkövetkezendő időszak és az elkövetkezendő év az fontos és kemény lesz a kivitelező számára, hiszen év végére fel kellene épüljön ez a létesítmény, és bízok benne, hogy hasznos eleme, hasznos része tud lenni községünknek, közösségünknek. A bölcsőde megépítése régi álom volt az önkormányzat részéről, Parajd község lakosai számára, így örülnek, hogy ennek eleget tudtak tenni.